Leállítják a beruházásokat, nem támogatja az önkormányzat a vízöntő utcai biomassa fűtőművet és a Szentkirályi erőművet. Tündértánc, 500-nál is több diák szerepelt a kétnapos művészeti fesztiválon. 6 kategóriában mérték össze tudásukat a fellépők. Tenisz sikerek. A sportiskola versenyzője Kovács Barbara korosztályában a 3. helyen végzett a fedett pályás országos bajnokságon. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Nem épül fűtőmű a vízöntő utcában, sem bioerőmű Szentkirályon. Legalábbis ezt javasolja a két érintett körzet képviselője, és ezt tartalmazza a közgyűlés elé kerülő előterjesztés is. Mindezt rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be a városatyák, akik Puskás Tivadar polgármesterrel együtt azt hangsúlyozták, a lakosság érdekeit tartják szem előtt. A Szentkirályra tervezett 8 milliárd forintból építendő erőmű hő- és villamos energiát termelt volna. A vízöntő utcában pedig faapríték tüzelésű biofűtőművet terveztek. A beruházásokkal kapcsolatos elképzelések élénk lakossági tiltakozást váltottak ki. A rendkívüli sajtótájékoztatón az érintett körzetek képviselői bejelentették, hogy nem lesz építkezés. Mind a kettőnél azt az álláspontot képviseltük, a lakossági fórumon és egyébként ezeket közgyűlési határozatok is megerősítik, hogy a projekteket a környezetvédelmi szempontok és a lakosság figyelembevételével hozzuk, lakosság is véleménynek is ismeretében hozzuk meg. A vízöntő utcai létesítményt a Távhő, a Szentkirályi bioerőművet pedig a Grenor Hungária Energetikai Kft. Építette volna. Az 1-es és a 14-es körzet képviselői azt hangsúlyozták, számukra a lakosság véleménye a mérvadó. Ezt a kérdést mi kifejezetten képviselő kérdésként kívánjuk kezelni, mintha úgy tűnhet esetleg, hogy a szakmát esetleg szakmai álláspontokat félretoljuk, nekünk választott képviselőként kötelességünk a lakosság érdekeit képviselnünk. A két beruházás ügye a közgyűlés elé kerül, a végső szót a testület mondja ki. A digitális szolgáltatások jelenéről és jövőjéről rendezte konferenciát Szombathelyen a Herényiek házában. Az ECOP akadémiára Európa 12 országából érkeztek résztvevők. A Nemzetközi Akadémia neve valójában egy olyan programot takar, amelynek célja, hogy segítse a társadalmilag vagy földrajzilag problémás településrészeken a digitális kapcsolatok fejlesztését. A kis településeket, ami nagyon-nagyon nagy ugrás, de azt gondolom, hogy elindítja azon az úton, hogy még a régión belül is alkalmasint perifériális helyen lévő és elszegényedő térségek is bekapcsolódhatnak egy idő után az egész európai digitális térbe, megteremthetik a kapcsolatot. A nemzetközi konferencián bemutatkoztak a Nyugat-Dunántúli régió témához kapcsolódó kezdeményezései is, közöttük a Vas megyei önkéntes és a civil információs központ. Mindkét projektben nagy szerepe van a digitalizmusban, a digitális szolgáltatásoknak. Mindkét projektben működtetünk egy olyan honlapot, ami különböző tevékenységekkel segíti a honlapra látogatókat. Például az önkéntes centrumos projektünkben nem csak személyesen, illetve különböző rendezvényeken regisztrálhatnak a fogadó, illetve önkéntesek, vagy hát a fogadószervezetek és önkéntesek, hanem ezt a honlapon keresztül is megtehetik. Az akadémiára Európa 12 országából érkeztek résztvevők. A külföldi szakemberek a tapasztalatcserétől főként ötleteket és olyan módszereket vártak, amelyeket azután saját hazájukban, saját körülményeik között tudnak hatékonyan alkalmazni. Horváth Gergely testépítő nevét viseli ezentúl a műszaki szakképző konditerme. Természetismereti vetélkedőt rendeztek a Bercsényi iskolában. A nagymanosok a Lukácsházi tározóval ismerkedtek, és idén is lesz Teszed személygyűjtési akció. Rövid hírekkel folytatjuk.
36 esztendős korában, 2011-ben hunyt el a Vasi megye székhelye egyik legismertebb testépítője, Horváth Gergely. A remek sportoló, közkedvelt pedagógus emlékére tartottak teremavató ünnepséget a Szombathelyi Műszaki Szakképzőiskolában. Az oktatási intézmény konditerme ezentúl az egykori szaváriás diák nevét viseli, egy vitrínben pedig azok az erekék lesznek kiállítva, melyeket a fiatalon elhunyt tanár édesapja adományozott az iskolának. Jövőre Horváth Gergely emlékversenyként rendezik meg a fegvenyomó viadalt, mely már több mint egy évtizedes hagyományra tekinthet vissza. Negyedik alkalommal rendezték meg a Zöld Manó városi természetismereti vetélkedőt a Bercsényi iskolában. Az első-második osztályosok közül 8 csapat jelentkezett a megmérettetésre, ahol a környezettel, természettel kapcsolatos tudásukról adtak számot a gyerekek játékos formában. Egyebek mellett növényekről és állatokról szóló totót kellett kitölteniük, évszakokról szóló rajzos feladatokat kaptak, és az év madarával, a gyurgyalaggal is megismerkedhettek. Az első 3 helyezett csapat könyvjutalmat kapott, de minden résztvevő ajándékkal térhetett haza. Mi a szerepe a lukácsházi víztározónak? Erre a kérdésre is választ kaphattak azok a 3.-4. osztályos najmanos diákok, akik ökoiskolai látogatás keretében a Vízvilág napja alkalmából csütörtökön az Abért-tóhoz kirándultak. A tározónál a vízügyi igazgatóság szakembere tartott rövid ismertetőt a tórendszer létrejöttének körülményeiről, szerepéről, élővilágáról. Ezt követően a gyerekek felkerekedtek és kísérőkkel együtt körbesétálták a lukácsházi tórendszert. A Magyar Közút 9. alkalommal tartja meg országos személygyűjtő akcióját április 22-én. A földnapi alkalmából szervezett eseményre ismét több tízezer fő jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt években az ország egyik legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát. A közút április 3-áig a megyei igazgatóság munkatársánál várja az egyénileg és csoportosan jelentkezőket. Egyúttal számítanak az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is. A tűzrakóhelyek ellenőrzésébe kezdett a katasztrófavédelem. Vizsgálják a figyelmeztető táblákat, és felmérik azokat a kritikus helyeket, ahol többször fordultak már elő tűzesetek. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a szabályok betartásával elkerülhetők a komoly anyagi károkkal járó erdőtüzek. A Kőszegi-hegység egyik kedvelt kirándulóhelyén, a Hétforrásnál ilyen a tűzrakóhely. Betonbarakot, terméskövekkel jól kiépített, megközelíthető. A közelben jól látható helyen egy figyelmeztető táblát is elhelyeztek. Tüzet rakni az erdőben csak az erre kijelölt helyen lehet. A hegység kedvelt turista célpontjainál vannak azok a helyek, ahol tüzet gyújthatnak a kirándulók, ha sütni, főzni akarnak. A Szombathelyi Erdészeti ZRT kezelésében lévő területeken nem jellemzők a tűzesetek. Kiépített tűzrakó helyen való tűzrakásból eredő tűzkár nem jellemző, az elmúlt években nem is fordult elő. Összességében 2 avart tűz esetünk volt, amit egy eldobott cigarettacsikk vagy egy felmelegedett fémdarab okoz. Az erdőtüzek megelőzése érdekében még a kiránduló szezon indulása előtt a katasztrófavédelem ellenőrzi a kijelölt tűzrakóhelyeket, a turista útvonalakat, a figyelemfelhívó táblákat. A Kőszegi-hegység mellett márciusban az Őrségi Nemzeti Parkban is vizsgálódnak. Januárban alakult meg a Vas megyei Tűzvédelmi Bizottság. A szervezet egyik fontos céljának tekinti a szabadtéri és erdőtüzek megakadályozását. Mindennek az alapja a megelőzés, én úgy gondolom, hál' Istennek a tavalyiban elmondható, hogy nem volt olyan nagy kiemelkedő erdőtűz a megyében, ami esetleg indokoltá tette volna soron kívül, illetve rendkívül ellenőrzéseket. Több esetben viszont fordult elő olyan tűz, ami erdő aljnövényzetét, tehát az alacsony vegetációt érintette. A tervek szerint a katasztrófavédelem a fontosabb turista útvonalak mentén tájékoztató táblákon is felhívja majd a figyelmet a tűz megelőzésre. Aki nem tartja be a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat, komoly bírságra számíthat. A tavaszi-nyári szezonban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal közösen folyamatosan ellenőrzik majd a szabályok betartását. 500-nál is több diák szerepelt az idei Tündértánc elnevezésű művészeti fesztiválon. 6 kategóriában lehetett jelentkezni, így vers, mese és prózamondás, népdaléneklés, népi hangszer, mai daléneklés, modern tánc, kortárs tánc, valamint az egyéb kategóriába sorolt műsorszámokban mérték össze tudásukat a versenyzők.
Az ötödikes Kovács Pali a mai dal kategóriában nevezett a versenyre. Bár nem ez volt az első színpadi fellépése, mégis volt egy kis lámpaláza. Egy pici van, de már ez megszokott, hogy izgulni kell. Van valami kabalád ilyenkor? Anya kabala, ennyi. A Tündértánc Művészeti Fesztiválra fél ezren jelentkeztek. Az alsó tagozatosok közül inkább az egyéni fellépők voltak jelen, és meghatározott számban általában egy olyan 200 fővel, azonban a felső tagozatosok is akkor hozzászámítva a középiskolásokat jóval nagyobb létszámban, mint amit egyáltalán el tudtunk képzelni, vagy elvártunk volna. Verssel, prózával és zenés produkcióval léptek a zsűri és a közönség elé a diákok. Mit is vagyok belőle? Egy bogyolót, egy diót, egy mandulát, tűnöd 5 órában. Szerdán az alsó tagozatosok, csütörtökön pedig a felsősök és a középiskolások mutatták meg, miben tehetségesek. A magyar tanárommal, Kántorné Zoltán Marianna nénivel gyakoroltam, és hát már a Ki mit tud előtt jó pár hetekkel készültünk erre. Az előadások között évről évre több a népi motívumokra épülő zenei és prózai darab. A zsűri 6 kategóriában díjazta a legjobb produkciókat. A rendezvény iránt egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekek körében, ezért a szervezők azt ígérik, jövőre lesz folytatás. A második helyen végzett a Grúziában zajló birkózó Európa-bajnokságon Hatos Gábor. A haladás végső olimpiai bronzérmes sportolója az orosz Geduyevtől kapott ki a döntőben. A szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában egészen a fináléig magabiztosan menetelt Hatos Gábor. A szombathelyi birkózó sorrendben előbb egy cseh, majd azt követően egy szerb és egy ukrán ellenfelét győzte le. Így pályafutása során először jutott be felnőtt világverseny döntőjébe. Ott azonban két menetben vereséget szenvedett az orosz Geduyevtől. Hatos Gábor klubtársa a 120 kilós Ligeti Dániel negyedik lett, miután a bronzmeccsen kikapott az azeri Magomedovtól. Sikeresen szerepeltek az elmúlt hetek versenyein a Szombathelyi Sportiskola ifjú teniszezői. A legkiemelkedőbb eredményt Kovács Barbara ért el, aki a fedett pályás országos bajnokságon az U16-os korosztályban a 3. helyen végzett egyéniben. Közel 10 érmes helyezéssel gazdagodtak az utóbbi idők legjelentősebb versenyein a Szombathelyi Sportiskola teniszezői. Az ifjú sportolók Budapesten a korosztályos fedett pályás országos bajnokságon, valamint a Marcaliban megrendezett országos iskola tenisz bajnokságon is remekeltek. A játékosokkal teljes mértékben elégedett vagyok, az utóbbi időkben nagyon komolyan vették az edzéseket, minden feladatot megcsináltak, sikerült nagyon jó eredményeket elérni a kicsiknek is és a nagyoknak is. Az országos bajnokságon Kovács Barbara a 3. helyezést ért el, az kiemelkedő eredmény. Akikkel fel kell venni a versenyt, azok mind jobb körülmények között teniszeznek. A Szombathelyi Sportiskola teniszezői a téli időszakban kizárólag salakon gyakorolnak. A budapesti fedett pályás országos bajnokságot azonban kemény borításon rendezték, így az U16-os korosztályban szereplő Kovács Barbara komoly hátrányban volt a többiekkel szemben. Én végül is nagyon elégedett vagyok 3. helyen, mert annak ellenére, hogy 4. kiemelt voltam, nem lehetett rá számítani, hogy bekerülök a 4-be, mert hát nagyon erős a mi korosztályunk. A kisebbek az országos iskolateniszbajnokságon léptek pályára. A Marcaliban megrendezett versenyről összesen 7 érmet hoztak haza a szombathelyi gyerekek. Az egyik első helyezést a Gotthárd iskola 3. osztályos tanulója Jámbor Marcell gyűjtötte be. Sokat edzettünk, és nagyon kemények voltak az edzések, és figyeltem a labdákra minél jobban. És ugye próbáltam beütni a pályába a labdákat. A sportiskolások jelenleg Szó Dániel és Szabó Hajnalka irányításával még a sportligetben felállított sátorban gyakorolnak. Hamarosan azonban elkezdődik a szabadtéri idény is, melyen folytatni akarják a vasi gyerekek a fedett pályás időszak sikereit. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket.
Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!